Elkészült a síkosságmentesítési hóeltakarítási ütemterv Tolnán, mondja Berta Zoltán, a település alpolgármestere az önkormányzat kommunális cégének telephelyén. Itt egyébként 40 tonna sót és ugyanennyi zúzalékot tárolnak. A tolnai önkormányzat még az októberi képviselőtestületi ülésen kötötte meg a szerződést a Telena Kft-vel a téli síkosságmentesítésre. A cég részben saját munkavállalókkal, eszközállománnyal, részben alvállalkozók bevonásával készült föl a téli feladatokra. Ilyenkor elkészül egy teljes részletes terv utcákra, személyekre bontva, és ugye egy folyamatos készenléti szolgálatot tartunk föl. Tehát ez azt jelenti, hogy hétvégente, ünnepnapokon, éjszakai órákban is megvannak azok a készenlétben lévő munkatársak, illetve az az ügyeletes vezető, aki folyamatosan figyeli az időjárási viszonyokat és dönt arról, hogyha meg kell kezdeni a síkosságmentesítést, vagy hókotrást, vagy a kettőt egyszerre. Az önkormányzati cégnek egy közepes méretű hókotrásra, szórásra is alkalmas traktor, és három kisebb méretű univerzális gép van a birtokában. Berta Zoltán azt mondja, idén eddig egyszer kellett ezeket az eszközöket bevetniük, akkor ónos eső miatt váltak síkossá az utak. Körülbelül 2 héttel ezelőtt teljes felületen a város közútjait végig szórtuk érdesítő anyaggal, és nagyon apró kőzuzalék elegyével, ugyanis ónos esőt vártunk, meteorológiai szolgálat ezt jelezte. Ez gyakorlatilag, ha ónos eső van, akkor megelőző jelleggel kell mindig beavatkozni, mert teljes felületet 5-6 óra alatt tudjuk végig szórni. Amennyiben nagyobb mennyiségű hó hullik, vagy ónos eső esik, a kommunális cég dolgozói kézzel szórják le síkosságmentesítő anyaggal a közintézmények orvosi rendelők környékén levő járdaszakaszokat, buszmegállókat. A város az idei téli szezon feladataira 4.300.000 forintot különített el.